Na hello! Szerda délután van, munka után egy órával, 4:45 körül, és úgy döntöttem, hogy körülnézek itt a budai hegyekbe, úgyhogy Hűvösvölgyből indultam, és elmegyek Normafán keresztül, remélhetőleg egészen a budaörsi dombokig, azt hiszem hegyeknek nem nevezném, dombokig. Úgyhogy az idő jó, kedv jó, hangulat van, menjünk! Megérkeztem a Kishárshegyre, azt hiszem ez a Makovics Imre kilátó, ez volt az első állomás, és ott van a háttérben Budapest. Innen azért elég jó a kilátás, és nincs is olyan magasan. Vigyázni kell, mert konkrétan egy ilyen talpalatnyi hely van itt megfordulni. Na, menjünk tovább. A Nagyhárshegy és a Kán Károly kilátó. Ha hallottak egyáltalán belőle valamit. Komoly szél is van. Hegyen, az Erzsébet kilátónál. Ja, jó kis emelkedők vannak. Jó az a kilátó. 10-kor mondjuk bezár, úgyhogy napkeltét nem itt fogunk nézni. De napremetét nem rossz. Ja. Ott van Budapest is, megmutatom azt is. Már a budaörsi kopárok felé tartok. Ott most megyek fel a Farkashegyre. Azt nem tudom, hogy ez ennek a tájegységnek, résznek, hegységnek, dombságnak, vidéknek a legmagasabb dombja-e. Minden esetre 343 méter. Oh! Úgyhogy ha már itt vagyok, felszaladok, körülnézek, aztán irány tovább. Meg volt a Farkashegy. Körülnéztem. Jó, fúj a szél.
most meg haladni kell, mert naplementére szeretnék odaérni az Odvashegy tetejére, ami hát lehet, hogy még másfél kilométer, és nincs túl sok időm, de megteszek mindent, hogy sikerüljön a terv. Ideértem az Odvashegyre, elsíptem a naplementét, úgyhogy sikerült a cél. Ott még fellövöm a drónt, megvárom, hogy lemegy, aztán lecsapatok a buszhoz, aztán go home. Fotózás, videózás, pihentem egyet, úgyhogy most már csak szépen lesétálok a busz megállóba, aztán go home. Remélem tetszett ez a kis rövid videó, remélem kedvet kaptatok hozzá. Jó kis szakasz, csak meg kellett volna így rohanni. Legközelebb majd ősszel, ősszel nagyon szép lehet. Legközelebb majd ősszel, sokkal nyugisabban, még egyszer. Na, sziasztok!